Összefogásra szólította fel az amerikai törvényhozás tagjait az amerikai elnök. Joe Biden keddesti az unió helyzetét értékelő beszédében arra kérte a republikánusokat, hogy segítsenek neki a gazdaság újjáépítésében, illetve az amerikai demokráciába vetett hit helyreállításában, és együtt fejezzék be ezt a munkát. Biden beszélt az első két hivatali évében elért eredményekről, így az átfogó egészségügyi és klímacsomagról, és az amerikai félvezetőipar megerősítésére irányuló erőfeszítésekről. Kitért a javuló gazdasági kilátásokra, az infláció mérséklődésére és a munkanélküliségre is, ami 53 éves mélypontot, 3,4%-ot ért el a múlt hónapban. A kétpárti összefogás hangsúlyozása mellett az elnök élesen támadta a republikánusok terveit, akik több alkalommal is bekiabálásokkal szakították meg a beszédét.